A Viva Natura televízió nézői azzal segíthetik működésünket, ha a Viva Natura webáruházból vásárolnak egészségük fenntartásához. www.vivanatura.hu, ahol az egészségpolcairól válogathat. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök VNTV-t vagy Viva Natura televíziót látnak, ezen belül is a Máshang szeretett társalgás sorozatunkat. Kedves vendégem, Szuresh G, ismételten köszönöm, hogy itt vagy a stúdióban. Thank you. 2015 tavaszát éljük, és sokunkban felvetül az, hogy a téli álom után egyre több emberben feszültség van, úgynevezett, úgy fogalmazná, hogy őrület van, hogy mi ez az érzés, honnan kerül, mi éli a testünk, lelkünk, szellemünk, mi alkotja az őrületet, hogy kell ezt felfogni fogalom szinten. Thank you. I will repeat the question. How can we get rid of the Megismételném a kérdést, hogy tudunk ebből az őrületből kikerülni most, hogy jön a tavasz és vége a télnek. Az első és legfontosabb gondolatom, hogy télen kevesebb az oxigén a testünkben. A második, hogy túl sok stressznek vagyunk kitéve. Jön a tavasz és süt a nap. It's a time where we need to go out. And then, you know, to get the, itt az idő, hogy kiszabaduljunk a szabadba, és az elménknek ezt a tompaságát felfrissítsük. We are getting miserable with so many things. Annyi minden nyomaszt bennünket, olyan sok problémánk van. Főleg mostanában egyre több a félelem az emberekben. A stressz és a önbizalom hiány is. We are not getting enough oxygen and we are not thinking positively. We have to think positively to get our mind energetic. A legnagyobb probléma, hogy nem gondolkodunk pozitívan. Az elménket a pozitív gondolkodásra kellene. Or do something to make your mind positive. Csináljunk valami olyasmit, hogy az elménket pozitívan befolyásoljuk. And for the body. És a testünket is. Yeah. So that's what I would request everyone to do. This is not a problem, you know. The winter is over and spring is coming. This is how it is every time. But this time, we know that the whole ez nem probléma. The planet is lacking igazából, oxygen. De oda kell figyelnünk arra, hogy az oxigén hiányos állapotok miatt és a most felmerülő stressz helyzetek miatt törődnünk kell magunkkal, és meg kell változtatnunk ezt a helyzetet. Vannak olyan nézetek, amik azt tanúsítják, hogyha az ember dühöt és haragot érez, akkor ez megcsinálja a maga biokémiáját az emberi testen belül, mindenféle kémiai anyagok keletkeznek, és ezeket, hogyha nem adjuk ki magunkból, egy kiabálás, egy fizikai szituáció, megverünk egy, mit tudom, egy bogzsákot, vagy bármit, akkor ezek a mérgek belül maradnak, és minket marnak szét. És egyetértek a pozitív gondolkodással, de nem feltétlenül lehet kivezetni, illetve ez egy kérdés lenne, hogy mi erről a véleménye, hogy megéljük a dühöt, az őrületet, vagy egyszerűen a pozitív gondolkodással, relaxálással oldjuk fel ezeket a feszültségeket. Two aspect, physical and mental. Két oldala van a dolognak, az egyik a fizikális, a másik pedig a mentális. Physically you have to do some exercises and you have to take care of your healthy diet. Fizikailag nagyon nagy szükség van a testedzésre, és nagyon nagy figyelmet kell fordítanunk a táplálkozásunkra. You can have good health supplements. You know? Jó, hogyha jó minőségű táplálék kiegészítőket szedünk. Please adopt that. That's for the physical body. Ezt vegyük figyelembe, ez a fizikai részre vonatkozó. For the mind, certainly you need meditation. Yeah? És az elme szempontjából mindenféleképpen szükség van a meditációra. Meditation with breathing exercise is one of the powerful thing what we can do to calm your, to make your mind more healthy, you know. Meditáció egy légző technikával kombinálva teljesen lenyugtatja az elménket, és ez a legjobb módja annak, hogy ezt Because kezeljük. Mind only you know what is going on.
Mert hogy az elmében csak te magad tudod, hogy but hogy mi történik az elmében. If something goes wrong in the body, you are so careful. Ha valami gond történik a testedben, akkor annyira óvatossá válsz. Are you giving same respect and care for your mind also? You know, that's a question. Az itt a kérdés, hogy ugyanilyen óvatossággal kezeled, hogyha az elmédben történik valamiféle probléma és valamiféle zűrzavar? For example, you have so many things like your good health. De ha az elmédben nincs meg az a békés nyugalom, és nincs egy olyan életszemléleted, amivel ezt gyümölcsöztetni tudnád, akkor mit sem érnek ezek a dolgok. That's the biggest issue now going on in the planet. Ez a legnagyobb téma most itt a világban, a bolygón. Amikor az elme már zajong, amikor az idegszálakon megvan a feszültség, akkor ez már egy későbbi állapot, mert igazából attól keletkezett ez a probléma, hogy nem voltam elég éber és tudatos, és valamilyen dolgon, ami egyébként semleges mindenki más számára, én felidegesítettem magam. Tehát, hogy az első kiváltó ok az, hogy az éberségemmel nem tudtam megfelelően figyelni arra a szituációra, és ezért kerültem abba, hogy utána ezt nekem semlegesíteni kell meditációval, vagy más egyéb módon. A legfontosabb az, hogy a tudatosságoddal mindig fogad el azt a szituációt, amiben vagy. Az emberek többsége nem tudja elfogadni a helyzeteket. Hogyha tudatosan próbálsz élni, hogy először is ne lereagáld a helyzeteket, hanem válaszolj a helyzetekre. És ehhez kell az, hogy tényleg tudatosan lásd, és úgy tudj válaszolni, és nem csak lereagálni egy-egy helyzetet. Tehát amikor egy bizonyos helyzetbe kerülsz, a legfontosabb az, hogy tényleg elfogadd ezt a helyzetet. Például, hogy úgy érzem, hogy megőrülök, akkor tényleg elfogadom, hogy úgy érzem, hogy megőrülök. És akkor innen nézzük azt, hogy mit tudok tenni ez ellen, és hogy tudok erre reagálni. És innen már sokkal könnyebb megoldást találni. Instead of that, we are, oh my God, things are happening, I hate, I don't like it. We go into the negative aspect of it rather than overcoming the situation. Ehelyett mi általában ugye elkezdjük utálni ezt a dolgot, elkezdjük kritizálni, elkezdünk ellene dolgozni, és egy negatív oldalra lépünk, ahonnan sokkal nehezebb megoldást találni. Please accept the situation. Kérlek, fogadjátok el a különböző élethelyzeteket. Take action. És innen lépjetek tovább. Then you are on the right direction. És ekkor kerültök megfelelő irányba. Miközben hallgattam a szavait, az jutott eszembe, hogy történelmi visszatekintésben a saját életem lapjainak a lapozgatása közben rájöttem, hogy az őrületnek nagyon fontos szerepe van bizonyos olyan megrekedt energiáknak a feloldásában, amikor már pozitívan gondolkodom, mindig azt teszem, ami a szituációnak megfelel, de megoldást nem találok, és akkor egyszerűen ennek az őrületnek a megélésével átvágok olyan falakat, ami után megjön a valódi megnyugvás, de amíg azt nem hagyom meg magamnak, hogy ez az őrület kitörje rajtam, nem úgy, hogy bárkit bántok természetesen, hanem megélem az őrületet, onnan tudok esetleg egy másik dimenzióba lépni, úgy, hogy megoldottam egy életfeladatot. Tehát számomra van pozitív őrület is. Have a good answer for this. Erre van egy nagyon jó válaszom. Accept it. Consider it as your karma. Fogadd el, tekints rá úgy, mint a karmádra. Give enough time, it will change. És adj neki elég időt, és meg fog változni. The situation you, when you are going through, you thought it is horrible and that is end of the life. Ha egy olyan szituáción esel át, ami tényleg úgy érzed, hogy vége az életednek, és ez borzasztó. Still you are continuing. Csak folytasd. Like this many situations happen in the life. Nagyon sok ilyen helyzet van az ember életében. That is called experience and maturity. Ezt úgy hívják, hogy tapasztalatok és felnövés. There are certain situations we can't do anything. Mert vannak olyan helyzetek, amikor semmit nem tehetünk. Do best. Tedd mindig a legjobbat, ami tőled and telik. And let it happen. That is called karma. És hagyd, hogy megtörténjenek a dolgok. Ezt hívják karmának. If every situation we can do something.
Ha minden helyzetben tehetnénk valamit. And if people know that skill. És az embereknek meglenne ez a képesség. I don't think any human being will die. Akkor nem hiszem, hogy egy ember is meghalna a Földön. Because nobody want to die. Mert senki nem akart meghalni. Az, hogy itt vagyunk a Földön, ez önmagában karma, mert különben nem lenne karma, akkor nem lenne értelme a létezésnek, mert azért jövünk mindig újra meg újra, mert valami termeltünk, amit le kell dolgozni. Az őrületről beszélünk, az őrület megéréséről, és most szeretném megkérdezni azt a fajta hormonok által gerjesztett tavaszi őrületet, amit úgy hívunk, hogy szerelem, zsongás, ami tulajdonképpen energiát ad, hogy a utódok létrejöjjenek és megéljük azt a csodálatos érzést, amit itt a tiszta szerelem szintjén lehet élni. Mi a véleménye erről a fajta őrületről, ami a szerelem szárnyán száll a tavaszi szelekben? Who's stopping? Why are you waiting for the spring? Miért kiállít meg téged? Miért vársz a tavaszra, hogy ez bekövetkezzen? I don't understand why people wait for February 14th as a Valentine day. Nem értem az embereket, hogy miért várják február 14-ét, a Valentin napot. And it is so interesting that there is a Father's Day, Mother's Day. You know, you have a day called Mother's Day, Woman's Day, you know. És annyira érdekes ez, hogy van anyák napja, apák napja, nők napja. Does it mean that your father is not a father at all until the Nem értem, hogy miért kell ahhoz egy apák napja, hogy az apádat tiszteld és szeresd, hogy ez miért nem történik természetesen nap mint nap, és hogy miért kell ehhez dátumokat kreálnunk és azt szerint élni, mert igazából a szeretetnek minden napot kellene lennie, és minden nap áramolni kellene a jó dolgoknak. Mert hogy épp ez a lényeg az életnek, hogy élvezzük és hogy teljességgel éljük meg. Spring has lots of positive things like all the things again sprouts and there is a excess oxygen in the atmosphere. A tavasznak egy csodálatos tulajdonsága az, hogy kirügyeznek a növények is például, ami azt jelenti, hogy egy extra mennyiségű oxigén van és szabadul fel. And the sun is shining. A nap süt. And everything starts becoming green. És minden elkezd kizöldülni. So the positive aspect of the planet impacts the positivity of the human minds. És az egész bolygónak a pozitív töltete jön elő, és az van hatással az elménkre. That's why it has more impact in our life. És ezért van ennek még nagyobb hatása az életünkre. I would request maintain this impact in all season. Azt szeretném kérni tőletek, hogy tartsátok fenn ezt az állapotot minden évszaknál. And recharge in the beginning of spring, you know. And recharge when the spring comes. És töltődjetek újra, amikor a tavasz közeledik. Have fun. Élvezzétek. Ahonnan jött Szuresgyi, ott van olyan időszak, ahol nem süt a nap soha? Mert hogy könnyű ám elrugaszkodni egy olyan gyönyörű országban, ahol szinte a 365 napból 370-et süt a nap. Tehát azért nekünk ez egy óriási energetikai változás, a medve álmából fölébredni, mint Csipke Rózsika, és megélni a zsibongást. True. Binder is stress, physical stress. Binder creates a lot of physical stress, for sure. A tél nagyon sok fizikális stresszt is okoz, ez biztosan így van. If you can maintain the mental stress, de ha tudjuk kezelni a mentális stresszt, the perception remains same. Akkor a felfogásunk ugyanaz marad. That's the point where I was highlighted. I'm highlighting to you. És ezt szeretném kiemelni, ezt a vonatkozást. Lassan fél órája beszélgetünk az őrületről, és sok kedves nézőnk kérdését hallom, hogy ha ő ezt nem tudja megoldani egyedül maga, mert mindig belekerül ebbe a mókuskerékbe, Szuresgyi, hogy tud ezeknek az embereknek segíteni? And there are many ways where anybody can adopt. I would request you to maintain your physical, you know, harmony and mental harmony through whichever way you would like to. Nagyon sok formája van annak, hogy tudsz segíteni ezen. Megvannak a
fizikai szempontból, és a technikák arra, hogy milyen, mivel lehet ebből kikerülni, és a mentális dolgokból is. If you need my help, és nagyon sok út van ehhez. Please come, I will certainly help you. De hogyha szükségetek van segítségre, akkor keresetek fel. I'm dedicated to help people. Mert elkötelezett vagyok abban, hogy másoknak segítsek. In the mental harmony aspect of life. Főleg a mentális harmónia kialakításában. Come, please visit the website, or meet me, or join any of the programs. I can help you. Bármilyen formában nézzétek meg az oldalamat, gyertek el személyesen, vagy egy workshopra. It is your decision to come. I am available for you. Ez a ti döntésetek, hogy szükségetek van a segítségemre, én rendelkezésre állok. A kívánságaitok számomra megtiszteltetés. Nekünk is megtiszteltetés volt, hogy itt volt Szuresgyi. Kiírjuk a website-odat, hogy tudjanak keresni az embereket. Azért, aki most látja először Szuresgyit, szeretném elmondani a kedves nézőknek, hogy azért ő hosszú évek óta itt van velünk, és rengeteg embernek tanított meg, hogy kell lélegezni, hogy kell meditálni, hogy kell a pozitív gondolkodást elsajátítani, és több ezeren követik évek óta. És hogyha ez a fajta mentalitás, gondolkodás ez megérint benneteket, akkor bátran is tiszta szívvel kövessétek őt. I have a message for the audience. Lenne egy üzenetem a közönség számára. Life is simple if you make it simple. Az élet egyszerű, hogyha egyszerűvé tesszük. Wish you all the best. Minden jót kívánok nektek. Happy spring. Boldog tavaszt. Kedves nézőink, vegyétek lazán. Ezt az én nektek Szuresgyi. Én megköszönöm, itt voltatok velünk. VNTV-t láttátok, korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portáján találjátok. Viszontlátásra. Thank you.